Viharos széllel és jelentős lehűléssel indul majd a hétvége. A Dunántúl északi részén, valamint városunkban és környékén elsőfokú figyelmeztetés érvényes már péntektől. Estétől ugyanis akár 60-80 km/órás széllökésekre is lehet számítani, ami a szombati napon tovább erősödhet. Ez azt jelenti, hogy a térség nagy részén viharos erejű lökések fordulhatnak elő. A legerősebb lökések akár a 90, kisebb körzetekben akár a 100 km/órát is elérhetik majd, ez szombaton napközben valószínű, és majd valószínűleg vasárnapra azért már valamelyest csillapodik a légmozgás, de azért erős lökések még a folytatásban is előfordulhatnak. Alapvetően inkább csak kisebb mennyiségű csapadék társulhat ehhez a ciklonhoz. Jövő héten valamelyest csillapodik majd a légmozgás, azonban továbbra is erős fagyok várhatók. A nappali hőmérséklet pedig mindössze 0 fok körül alakul majd. Jelenlegi kilátások alapján úgy néz ki, hogy a jövő héten nagyjából egységesen sok napsütés lesz, időnként azért zavarhatja felhőzet a napsütés, de inkább csak rövid ideig, illetve számottevő mennyiségű csapadék az nem valószínű, ha lesz is kevés csapadék, az is inkább csak ilyen gyenge havazás, hószálingózás formájában érkezhet. A Magyar Közút is felhívta az autósok figyelmét, hogy a viharos szél miatt fakidőlések és ágleszakadások nehezíthetik a közlekedést, így csak azok induljanak útnak, akik nem tudják elhalasztani az utazásukat, és semmi esetre se parkoljanak fák alá. Utazás előtt érdemes tájékozódni az aktuális út és látási viszonyokról a www.utinform.hu oldalon.